rendhagyó kiállítás Encsen. A pálos rend történetét ismerhették meg az érdeklődők. Nosztalgia kert mozi Tiszaújvárosban. Indulnak a szabadtéri programok. Megtartották az első rendezvényt az Olvasóban Ózdon. Kis Ádám önálló estén szórakozhatott a nagy érdemű. Körforgalom épül a 26-oson Kazincbarcikán. A megépülő körforgalom pozitív hatását a kazincbarcikaiakon kívül mind az ózdiak, mind pedig a szomszédos településeken élők is élvezhetik majd. Köszöntöm Önöket június 25-én, Encs, Tiszaújváros, Ózd és Kazincbarcika városok friss híreivel. Jó estét kívánok! Mai adásunkban többek között arról is szólunk, hogy Encsen a pálos rend történetét mutatták be rendhagyó módon egy buszban. Most már biztos, hogy lesz triatlon versenyekkel, koncertekkel, programokkal július 16-tól 3 napon keresztül Tiszaújvárosban. Ózdról pedig 35 hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt egy többnapos táborban, a Humán Kapacitások Fejlesztése az Ózdi Járásban című projekt keretében. Ezen kívül szó lesz még arról is, hogy Kazincbarcikán 5 új zenével és vízképvariációval bővült a vízi játéksó. Híradónk első részében Encs aktualitásait mutatjuk. Encsen rendhagyó módon egy buszban mutatták be interaktív módon a pálos rend történetét. Pálosan szép az élet. A pálos rend történetének bemutatására került sor Encsen. A buszban interaktív és digitális eszközök segítségével ismerhették meg az érdeklődők a pálos rend történetét. 750 évvel ezelőtt Boldog Özséb összegyűjtötte a környékinél remetéket egy közösségé. Így alakult ki a egyetlen magyar alapítású rend, férfi rend, a pálos rend. Így büszkék is vagyunk rájuk, hogy a nagy világban a pálosat emlegetik, akkor az a magyar néphez kapcsolódik. Nagyon hányatott volt a sorsuk, hiszen többször volt, hogy felfüggesztették a rendet, de egy kis magként Lengyelországba tovább élt, és amikor a rendszerváltás megtörtént Magyarországon, akkor visszatelepülhettek, és 5 kolostort létre is hoztak. Nekem személyes kapcsolat is van velük, hiszen akkor a 6. évet a teológián tanultam, akkor fél év gyakorlatra kell menni, és engem akkor keresztes Szilárd püspök úr Pécsre küldött a kolostorba a pálosokhoz, és innét van a személyes kapcsolat és barátság feléjük. A napokban pálos települések találkozója volt, és ott a rendfőnök mondta, hogy van lehetőség, hogy egy pár napra Encsen is megálljon a busz, hiszen ez az emlékbusz, ami a feldolgozza a történelmet a pálos rendnek, elsősorban azokon a településeken tölt időt, ahol valamilyen pálos eredet, vagy rom, vagy valamilyen pálos történet van. És hát így került most Encsre, hogy mi is megismerjük a pálosnak a történetét. Nagyon érdekes dolgokat lehet felfedezni, akár irodalomtörténetben, vagy történelemben. Akik ezek iránt érdeklődnek, azok számára is nagy élmény lesz. Lassan egy hete tart a kánikula, a forróság ellenére a tiszaújvárosi mentőket nem riasztották többször. Mától enyhülést ígérnek a meteorológusok. A hőséget sokan a strandokon vészelték át. A kánikula miatt részlegesen megnyitott a tiszaújvárosi strand is múlt szombaton. Holnaptól azonban teljes kapacitással működik a tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdő. Az országos tisztifőorvos most nem járványügyben intézkedett, hőségriasztást adott ki. Szombaton 33 fokkal kezdődött a forróság, ma már a 38 Celsius fokot is elérte. A hőségriasztást is 3. fokúra emelték csütörtök éjfélig. A kormány annyira szokott sütni, hogy mire oda kanyarodok, bepirosodik a tenyerem. 50 fok biztos van, de inkább több. Hogy bírja a hőséget? Én szeretem a meleget. Én nekem a hideggel van problémám, de azért mindennek van határa. Még jól bírjuk, hiszen csak 5 napja tart a tikkasztó hőség, hosszú távon viszont már az egészséges szervezetet is megviseli. Az is tűri, aki nem bírja. Most még bírom. Elég nehezen, de tűrhető egyelőre.
Hűtik az utakat, locsolják a virágokat, a szabadban dolgozók is frissítenek. Hát nehezen bírjuk, hordják a lásmányzet, néha, ne pihentetnék el a gépet, meg magunkat is. Az árnyékot tudnak hűsölni egy kicsit? Hát valamennyire, itt csak meleg van itt is, attól, hogy árnyékot. Ha kicsit fújnak hely legalább, akkor jobban van. Az előrejelzések szerint már nem kell sokat várni, pénteken jön az enyhülés, akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap korra délután 32 fok van, itt Tiszaújvárosban a strandon is nagy hőség van, nagyon sokan itt hűsítik magukat a medencében. Részlegesen nyitott meg a strand ezen a hétvégén, láthatják itt a szalagkorlát mögött minden zárva, nincsenek nyitva az éttermek, nincsenek nyitva a büfék, ám nem kell sokáig várni rá, teljes kapacitással nyit a komplexum szombaton, június 26-án. Egy héttel későbbre tervezték a nyitást, ám a kánikula kinyitotta a kapukat. Hát Ásadószára jöttünk, hát jó a víz, jól érezzük magunkat. Az első vendégek élvezték a hideg medencét, igaz csak ezt az egyet. Sokan csalódottan fordultak vissza a bejárattól, mert többet vártak, a teljes nyitást. Már illett ez a fürdő nekünk. Mezőgazdaságban dolgozunk, úgyhogy nekünk menni kell ilyenkor. Korlátok is vannak a járványügyi szabályok miatt. Nem mindenki tud strandolni, aki szeretne. Fürdőt védettségkártyával lehet sajnos csak látogatni, illetve vagy a letöltött applikációval, illetve mind a két esetben szükséges valamilyen személyigazolvány vagy fényképes igazolvány, hogy be tudjuk azonosítani az illetőt. Illetve 18 év alatt pedig lehet jönni, ha nincsen védettségi igazolványa, viszont akkor kell egy olyan 18 év feletti kísérő, akinek van védettségkártyája. A strand teljes kapacitással szombaton nyit. Aki Tiszaújváros kártyával megy be, az a tavaly áron strandolhat. Most már biztos, hogy lesz triatlon versenyekkel, koncertekkel, programokkal, igaz, csak kicsiben. Július 16-án, pénteken kezdődik a háromnapos rendezvény, a Tiszaújvárosi Triatlon Napok. Koncert a Városháztéri színpadon, a triatlonnak itt tavaly elmaradt, és a versenyek is. Az idén már lesz, egy kicsit másképp. Az első és legfontosabb az ember élet védelme és a biztonság, ezért úgy döntöttünk közösen a szervezőtársaimmal, hogy legyen nemzetközi triatlon esemény, de most nem világkupa futam lesz, hanem Európa kupa futam. A nézők ebből mit sem éreznek majd, a verseny értékéből nem veszít. Anya már! A MOL Petrolkémia ZRT évtizedek óta elkötelezett támogatója a városnak, a triatlon sportnak. Ennek a versenynek a szellemisége, a sportnak azok az értékei, hogy a kitartás, a folyamatos javulásra való törekvés, a kemény munka, az elhivatottság, ezek mind olyan dolgok, amik rezonálnak nálunk a vállalatnál is. Program lesz, de kevesebb. Gyermekjátszóház virtuális futóverseny az ifjúsági parkban, turista triatlon. Most a járványügyi szabályok alakítják a triatlon három napját. Más helyszínen lesznek a koncertek is, ezekre csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni. A koncerteket a sportcentrumban fogjuk megszervezni. A július 16, 17, 18 sorrendben koncertek az egy Magna Cum Laude, Bieber's és Hooligans koncertet jelent. A triatlon versenyeket, a junior és felnőtt Európa kupát, valamint az utánpótlás gálát a megszokott helyszínen a városközpontban rendezik meg. Kisebbek lesznek viszont a lelátók, és arra kérnek mindenkit, hogy a pályán szétszórtan szurkoljanak, lesz kiknek. Teljesen tele vannak a rajtlisták, várólisták vannak jelen pillanatban. Ilyen nem volt a korábbi években, annak ellenére, hogy akkor világkupának hívták. Most Európa kupának, tehát ez mutatja azért az óriási vákumot, amit ez a 2020-as kimaradás hagyott maga után. Mind az elit, mind a junior mezőnyben 5-5 tiszaújvárosi versenyzőnek szurkolhatunk majd a július 17-i előfutamokban, és remélhetőleg a július 18-i döntőkben. Az eseményeket pénteken élőben kapcsoljuk a helyszínről, és a zárónapon vasárnap is lesz triatlon a Tisza TV-ben. Az időseknek nosztalgia a kertmozi, a fiataloknak újdonság. Ennek is eljött a szezonja, hiszen újraindultak a szabadtéri programok. Tiszaújvárosban a Városközponti Parkban a hétvégén volt az első vetítés. A nyáron még háromszor mozizhatnak az érdeklődők a szabad ég alatt.
kedves, színes, barátságos figurák a vetítővásznon. A Trollok a világ körül című animációs filmmel nyitott az idei első Mozizzunk együtt. Ezt nagyon szeretem. Benne van azok a trollrobok, meg azok a húrok. Rök és mindegyikhez van troll. Meg még ott van Buck a gonosz. Nem csak a gyerekek élvezték a zenés történetet, sok felnőtthöz is közel állnak a mesék. Én mivel gyerekkönyvtáros voltam, úgyhogy elég sok mesét ismernek általam is az unokák, de leginkább könyvek formájában, hát ők már inkább tévében meséket néznek. Nem számított a hőség, de még a szúnyog sem. Mindenki eljött, mert végre lehetett. Hova viszi? A sürgősségére. Elkísérjük magukat. Egy börtön viselt férfi és egy gazdag arisztokrata különleges barátságát mutatta be az Esti mozi. Az Életre valók az elmúlt évek egyik legsikeresebb francia filmje. Nagyon örülünk, tavaly óta mindenkint voltunk. Meg most már így összefogott a baráti társaság, és akkor így a gyerekeket így elengedjük, meg felnőttek, kicsacsogjuk egy kicsit magunkat közben. Mint minden szabadtéri rendezvényen, itt is karszallagot osztottak a szervezők. Így tudták ellenőrizni és betartani az 500 fős létszámkorlátozást. Ide bárki eljöhetett védettségi kártyával, vagy anélkül. Így, hogy én nem vagyok beoltva a párom, igen, így kicsit meg vagyunk kötve, úgyhogy az ilyen szabadtéri rendezvények, vagy kis kirándulás, várlátogatás, ahova nem kérik az igazolvány sajnos, úgyhogy majd valószínűleg nyaralni is olyan helyre megyünk. Legközelebb július 30-án mozizhatunk együtt, de addig még lesz nyáresti korzó és teraszparti is. Harmincöt hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt egy többnapos táborban, a humán kapacitások fejlesztése az Úszdi járásban projekt keretében. Az Úszdi, Csokvalmányi, Farkasjuki, Domaházi és Borsodbótai fiatalok színes programokon vehettek részt. Az élmények gyűjtésén túl nagy hangsúlyt kapott a közösségépítés és a tudásszerzés is. Az előírásoknak megfelelően maszkban indultak útnak a fiatalok. A buszozás célja nem más volt, mint Szilvásvárad, ahol a humán kapacitások fejlesztése az Úszdi járásban projekt keretében egy többnapos táborban vehettek részt a gyermekek. Nagy örömmel pakolták a csomagokat, hiszen számtalan élmény várt rájuk, amire igen nagy szükségük van. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a helyzet lehetővé teszi azt, hogy újra táborozhatnak a gyerekek, és a tavalyi évhez hasonlóan idén is sok Ózd és Ózd környékbeli gyermek töltheti a tábor időszakát itt Szilvásváradon kellemes körülmények között felügyelet alatt, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem csak kikapcsolódás, de fejlesztés is lesz a számukra, hiszen több programon is részt fognak venni. A fiatalok nagy kedvel foglalták el a szállásokat. A csapat egyik fele lovas sétakocsikázáson vett részt, így a szállás előtt már készenlétben álltak a fogatok. Ők egy több órás program keretében járhatták be és ismerhették meg Szilvásváradot. Nagy hangsúlyt kapott a közösségépítés is, így például együtt készítettek zászlót, valamint jutott idő a kötetlen programokra is. Igen közkedvelt volt például a filagória alatt található csocsóasztal is. Mindig teljes létszámmal tudjuk működtetni a táborunkat. A gyermekek, én úgy gondolom, és a visszajelzések alapján is elmondhatom, hogy élményekben gazdagan mehetnek haza, illetve vesznek részt ezen az eseményen. Dömötör Renátó nagyon élvezte a lovaskocsi múzeumot, de örömét lelte a focizásban és a kreatívkodásban is. Csináltunk cápát, meg csocsóztunk, meg még itt rajzoltunk, le kellett egymás rajzolni, össze kellett keverni a kártyákat. Hát meg sok minden még. A fiatalok ellátogattak a kalandparkba is, ahol többféle élménnyel gazdagodhattak. Többek között kipróbálták az óriás trambulint, valamint az aranymosást is. Emellett a lézerharcban is kipróbálhatták magukat, ahol két csapatként ütköztek meg és harcolhattak a fák között. Úszdi hölgy kapta meg az év védőnője díjat. A Magyar Védőnők Egyesülete Sánta Klárának ítélte a kitüntetést. Az oklevél mellett egy üvegből készült nyakékkel is megajándékozták, amit kifejezetten erre az alkalomra terveztek. A szakmai elismerés mellett nagyon fontos a családok elégedettsége. Évről évre azokat kívánják jutalmazni, akik munkáját a családok, iskolák, kollégák, munkáltatók és szakfelügyelők egyaránt megbecsülnek. Az Egyesület 6 kategóriában bírálta el a beérkezett pályázatokat, történeteket. Sánta Klára a nagyváros kategóriában érdemelte ki ezt az elismerést, amit június 14-én egy díjátadó ünnepség keretein belül kapott készhez Budapesten.
A szakmája iránt elhivatott védőnő 37 éve dolgozik a területen, ebből 31-et az újvárostéri körzetben töltött. A kismamák és kisgyermekek gondozásán túl a Bojki Tamás általános iskolában is tevékenykedik. Több tanfolyamon, továbbképzésen és projektben vállal szerepet. Ilyen például az optimális családtervezés, babamasszás, koraszülés megelőzése, valamint a teljes körű iskolai egészségfejlesztés. Ezek mellett folyamatosan küzd a mellrák ellen, évente részt vesz a felvonulás megszervezésében, hogy felhívja a figyelmet a szűrések fontosságára. Nagy megtiszteltetés számomra az évvédőnője díjnak az átvétele, mert tulajdonképpen ez a munkámnak a megbecsülése, a szeretete és a gondozottak, vagyis akiket ellátok, nekik a tisztelete és köszönete tulajdonképpen. Kis Ádám Világvégre című önálló estje volt az első rendezvény, amelyet a járvány harmadik hullámának végén már a közönség előtt rendezhettek meg az Olvasóban június 11-én. Az újonnan létrejött Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Életében pedig ez volt az első színpadi előadás. Megtartották az első rendezvényt az Olvasóban június 11-én. A nemrégiben megalakult Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Életében ez volt az első szervezett esemény. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy a védettségi kártya hiánya miatt most sokkal kevesebben tudtak részt venni a Duma Színház programján. Több szempontból is első ez a rendezvény. Egyrészt azért első, mert a harmadik hullám után most van először színpadi program az Olvasóban. Másrészt első rendezvény ez az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Életében is. Igaz, hogy teltházas szokott lenni a Duma Színház, de sajnos most a kötelező védettségi kártya miatt csak negyedház lesz jelen, de reméljük, hogy változni fog majd ez is hamarosan. Körülbelül 150-en vettek részt az eseményen. A védettségi igazolvány, mint feltétel, kormányrendeleten alapszik, a maszk használata viszont egyelőre az intézmény saját biztonsági előírása. Kis Ádám önálló estje, a Világ végre című előadás műsorvezetője Elek Péter volt, aki elmondta, hogy nagyon nehezen viselték az elmúlt időszakot, és már várták, hogy újra a nézők előtt állva szórakoztathassák a közönséget. Most nagyon izgatottak vagyunk, és örülünk, hogy itt lehetünk. Ez a harmadik állomás most, amióta már mehetünk, és az első kettő nagyon sikerült, és bízunk benne, hogy ez is jól fog sikerülni. Ezzel az előadással ketten járják az egész országot. Fellépésük lesz még többek között Veresegyházán, Budapesten és Tiszakécskén is. A hónapokig tartó bezártság után az érdeklődők nagy kedvel és örömmel érkeztek a rendezvényre. Végre el tudtunk jönni már a családdal egy kicsit kikapcsolódni, mert nagyon vártuk. Ez a hosszú másfél év után ideje volt arra, hogy egy kicsit együtt tudjunk lenni, és végre színházi térben tudjunk együtt egy kicsit szórakozni. Úgyhogy bízunk benne, hogy újra sikerül visszatérni a régi kerékvágásba, és tudunk együtt szórakozni, visszatérni a normális életünkhöz. Örülök neki nagyon, mert ügyesen lévő kismama vagyok, és örülök, hogy végre valami programot csinálhattunk. A humoristák rendezvényei sok érdeklődőt vonzanak, azonban voltak, akik a védettségi igazolvány hiánya miatt kénytelenek voltak visszavinni jegyeiket az Olvasóba. Természetesen a belépők árát visszatérítették az embereknek. Június 2-től hivatalosan is munkaterület a Tesco melletti Attila út, a Hadak útja és a Budai Nagy Antal utca 26-os úti kereszteződése, ugyanis az érintett helyszínen körforgalom kerül kialakításra. A szakaszon gyakran kialakulnak nagyobb forgalmi dugók, ezért döntött úgy Kozinc-Barcika város önkormányzata, hogy újabb, nagy volumenű közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházást indít. Június 2-től hivatalosan is munkaterület a Tesco melletti Attila út, a Hadak útja és a Budai Nagy Antal utca 26-os úti kereszteződése. A szakaszon nagy volumenű közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházás indul.
A felvételen jól látható, hogy a nap bármelyik szakaszában kialakulhatnak forgalmi dugók ezen a csomóponton, de a reggeli órákban, valamint a 15 és 16 óra közötti időszakban akár komolyabb fennakadás és várakozás sem ritka. A probléma megoldására a számos lakossági megkeresés után a legkézenfekvőbb megoldásnak egy körforgalom kialakítása tűnt, aminek a megépülésével várhatóan megszűnnek a nagyobb torlódások, emelte ki Szitka Péter polgármester. Szerencsés pályázaton keresztül gyakorlatilag itt egy körforgalom fog megvalósulni, ami azt gondolom, hogy kiváltja ennek a lámpának a terhét. Azok, akik egyébként Ózdról, Miskolcra vagy Kazincbarcikára érkeznek, azok most már villámgyorsan a 26-oson keresztül fognak tudni menni. Egy balesetmentesebb közeget fog gyakorlatilag itt kapni a város. A projekt összértéke eléri a nettó 300 millió forintot, melyből az önkormányzat több mint 156 millió forintot saját forrásból biztosít a 16,5 méter belső sugarú körforgalom megépítéséhez. A városlakók, valamint a városon átközlekedőktől érkezett észrevételek alapján a Magyar Közút és az önkormányzat együttműködésében van lehetőség arra, hogy a pályázati forrásokat kihasználva itt egy eléggé nagyméretű körforgalom tud kialakulni. Ez segíteni fogja a reggel, illetve a dént utáni órákban a városon áthaladókat, hiszen nem kell azzal számolni, hogy itt az Ózdi út 3-ban található ERV-ig tart a sor. Sokkal gyorsabban lehet áthaladni, és mint ami most is mögöttünk kialakult itt az Attila úton, erre sem kell számítani, hiszen a körforgalom le fogja tudni kezelni a érkező forgalmi csúcsokat. Az alpolgármester hozzátette, hogy a közbeszerzési eljárás már lezárult, így június végén, július elején elkezdődnek a munkálatok. A beruházás kapcsán Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester köszönetüket fejezik ki Rész Gábor országgyűlési képviselőnek, hogy a fejlesztés térségi jelentőségét felismerve támogatta a projektet. 5 új zenével és vízkép variációval bővült a vízi játéksó Kazincbarcikán. Az eddigi repertoár mellett Bizé Carmen, Verdi Aida, Jégvarázs Legyen Hó, Maroon 5 Memories és Mungo Jerry in the Summertime című zenére komponált vízi előadást láthatnak a főtérre kilátogatók esténként. A fény- és vízi játéksó alatt a továbbiakban is megtalálható majd a Karib-tenger kalózai és a Trónok harca főcímzenéje mellett Havasi Balázs és Vivaldi egy-egy szerzeménye. A vízi játék minden este 19.30-tól fél óránként egészen 21.30-ig, több mint 15 percen keresztül tekinthető meg, pénteken és szombaton pedig 22 órától az egész repertoárt csodálhatják meg az érdeklődők. Örömünkre szolgál, hogy a vízijáték show kiegészül új 5 elemmel, új zeneszámok kerülnek bemutatásra, egészen új koreográfiával, és gyakorlatilag egy új élményt tudnak nyújtani a lakosságnak, illetve az ide látogatóknak. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy vízijáték show közben bemenni, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek roppant veszélyes, mivel egyrésztről a fúvókák azok balesetet okozhatnak, másrésztről az vegyszerezett víz, és a vegyszerezett víz az egészségre káros hatással lehet. Holnaptól a hőség miatt a vízijáték naponta 10 és 18 óra között folyamatosan párásító, frissítő funkciót lát el. A párásítás ivóvízzel történik. Ilyenkor nyugodtan be lehet sétálni, sőt, mindenkinek javaslom is, hogy sétáljanak be, mert hogy ebben viszont semmilyen káros anyag nem található. A vízijáték show és a párafunkció az két egymástól elkülönülő, ezért az egyikben be lehet menni a párásító funkcióban, a vízijáték közben tilos, szigorúan tilos. Mint ismeretes, a rendkívüli turisztikai látványosság mintegy 30 köbméter szűrt és fertőtlenített vizet forgat meg, amelyet több mint 50 egyedileg és külön programozható fúvóka emel a magasba. A feltörő látványos vízoszlopokhoz kapcsolódó fényjáték megjelenítéséről 54 különálló, szintén teljesen egyedileg vezérelt lámpa gondoskodik. A zenét 8 darab, nagy teljesítményű, időjárásálló hangfal biztosítja. Jó ütemben halad a tettképessé program részeként a műhelycsarnok építése a Don Bosco szakiskola, középiskola és gimnázium udvarán. A beruházás érdekessége, hogy alvállalkozóként a képzésben résztvevő tanulók is munkájukkal nagyban hozzájárulnak az épület megvalósításához.
A TET képessé Don Bosco szakképzés fejlesztési mintaprogram célja a szakképzési rendszerben a lemorzsolódással veszélyeztetett 16 éven felüli 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok képzésben tartása. A projekt része egy több mint 1100 négyzetméteres műhelycsarnok építése. A műhelyiskola tanulói közül a falazó kőműves tanulók dolgoznak az építkezésen, akik fő- és válaszfalakat raknak fel. Az építési ütemterv alapján a szobafestők július 29-én fognak bekapcsolódni a munkálatokban. Akkorra már kész lesz a műhelycsarnok teljes belső szerkezete és belső helyiségei is. És a csarnok belső szerkezetét, illetve a helyiségek teljes felületét a szobafestőink fogják a mentorok irányításával festeni. Ott is ugye ez lesz az egyik fő kritérium, hogy időben be tudjuk-e fejezni, tehát itt egy picit az is motiválni fogja a gyerekeinket, hogy teljesítményben mit tudunk produkálni, illetve hát ők arra nagyon büszkék, a köművesek is, hogy maguknak építik az iskolájukat. A csőhálózat szerelő és a fémipari gyártás előkészítő tanulók az építkezés egy későbbi szakaszában lépnek be, amikor épületgépészeti munkálatokat fognak elvégezni, majd a beruházás utolsó részeként a textilipari tanulók a függönyöket, sötétítőket fogják varni. A szakmai tanítás mellett én nagyon fontosnak tartom, hogy hogyan állják meg majd a fiúk a munkaerőpiacon a helyüket. És ennek az építésnek köszönhetően ugye megtapasztalják, hogy egy építkezésen milyen írott és íratlan szabályok vannak. Az írott szabályok ugye a munkavédelmi szabályok, hogy miket kell betartani. Az íratlan szabályok pedig azok, hogy egy-egy ilyen építkezésen több kivitelező csoport is dolgozik, és egymásra is figyelni kell, egymáshoz is alkalmazkodni kell, mert mindenkinek határidőre teljesíteni kell a munkáját. És ez nem lehet tanműjei körülmények között megtapasztalni, ezt muszáj ilyen élesben. A TET képessé programban 40 diák vesz részt, akik a szakképzésből egyébként lemorzsolódtak volna. A műhelyiskolai képzés lényege, hogy a tanulók mester-diák kapcsolatban műhelyben végzendő gyakorlati munka által tanulják meg a részszakmák fortíjait. A műhelyiskolai képzésben résztvevők a fémipari gyártás előkészítő, a falazó kőműves, a szobafestő, a lakástextil készítő, valamint a csőhálózat szerelő szakmákat sajátíthatják el. Adásunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Rendhagyó kiállítás Encsen. A pálos rend történetét ismerhették meg az érdeklődők. Nosztalgia kertmozi Tiszaújvárosban. Indulnak a szabadtéri programok. Megtartották az első rendezvényt az Olvasóban Ózdon. Kis Ádám önálló estén szórakozhatott a nagy érdemű. Körforgalom épül a 26-oson Kazincbarcikán. A megépülő körforgalom pozitív hatását a kazincbarcikaiakon kívül mind az ózdiak, mind pedig a szomszédos településeken élők is élvezhetik majd. A B4-ek hírműsor munkatársai nevében köszönöm figyelmüket. Új szállításokkal 3 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Mai adásunkat a közreműködő televíziók online felületein nézhetik vissza. Legközelebbi találkozásunkig kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!